Életműdíjat vett át a 17. TIFF-en Mészáros Márta filmrendező. Előtte kevesen beszéltek nyílt őszintességgel fontos női témákról, mint a női szexualitás, a terhesség, az anyasság és a nők szabad döntési joga. A 86 éves rendező ismét női sorsokon keresztül boncolgat egy tabu témát. Legutóbbi filmjében a háborús időszakban az idegen katonák hátrahagyott gyermekeinek és az anyáknak a sorsát veszi górcső alá. A TIFF idén szintén életműdíjjal tisztelek Szabó István munkássága előtt. A filmrendező személyesen nem tud jelen lenni, de több alkotását is vetítik. Hosszú sorban várakoztak a nézők a kolozsvári Florin Piercik mozi bejáratánál, ahol a TIFF egyik kiemelkedő eseményeként a Kossuth Díjas és Balázs Béla Díjas rendező Mészáros Márta életműdíjat vett át. Köszönöm szépen, hogy ilyen sokan vagytok. Nagy öröm nekem, mert én egy kicsit hazajövök ide. Már mondta a direktor úr, hogy én itt dolgoztam a bukaresti dokumentumfilmbe, és de nem a film hozott ide, hanem a szerelem. Mészáros Márta volt az első nő Magyarországon, aki filmrendezői diplomát szerzett. A nőiség és a női életsors ábrázolása, boncolgatása filmjeinek egyik legjellegzetesebb vonásává vált. Érdemes volt nekünk ilyen néha nagyon kemény munkát végigcsinálni, amikor nem szerették a női filmrendezőket, és nem vették komolyan, és mégis elértük odáig, hogy ez a világ teljesen befogadta, hogy ez létezik, és mi tudunk filmet csinálni. Az est folyamán országos premierként bemutatták Mészáros Márta legutóbbi Aurora Borealis Északi Fény című filmjét, amely nem csak egy tragikus egyéni sors története, hanem az egész vasfüggönyön elterülő régió múltbéli traumáinak feldolgozási kísérlete. A filmet követően a rendezőnő és a film forgatókönyvírója nézői kérdésekre válaszoltak. Az esemény kiváló alkalomnak bizonyult arra is, hogy a rendezőnő autogramot adjon. Egy nagy élmény, mert ritkán jönnek, főleg Magyarországról rendezők, színészek Romániába, és a hobbim, mivel az autogram aláírásgyűjtés, tehát még fontosabb, hogyha sikerül aláíratni egy fotót. Mészáros Mártát és filmjét tapssal ünnepelte a teltházas közönség. A rendezőnő két korábbi filmjét is vetítik a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál folyamán.